Hátizsákos turisták a keleti pályaudvarnál. Budapest buli negyednek is nevezett belvárosa évek óta kedvelt célpontja a külföldi fiataloknak. Közülük sokan ilyen Airbnb-s, vagyis rövid távra kijarott lakásban szállnak meg. A hatodik kerületben az önkormányzat adatai szerint minden 15. lakást így adnak ki. Minden szállásadónak, tehát a hoteleknek is parkolóhelyet kell biztosítaniuk a vendégeiknek. Ha erre nincs lehetőségük, akkor 1.200.000 és 1,5 millió forint közötti összegért kell megváltaniuk az önkormányzattól. Ennek az összegét emelik jövőre 2.800.000 és 5.600.000 forint közötti összegre, és minden olyan szoba után meg kell fizetni, ami alkalmas egy ember elszállásolására. A kerület momentumos polgármestere szerint ez éppen csak fedezi az önkormányzat költségeit. Egy parkoló helynek a létrehozás az 6-12 millió forint. Mi komolyan szeretnénk venni a feladatunkat, és mi ezt a pénzt arra szeretnénk fordítani, hogy a lakóknak egyébként, a terézvárosiaknak élhetőbb környezetet teremtsünk. Soproni Tamás úgy látja, hogy a magas lakásárak miatt ma lakhatási válság van, az Airbnb miatt pedig egekbe szöktek a bérleti díjak is. A Magyar Apartman Kiadók Egyesülete szerint a döntéssel csak a fekete gazdaság erősödik, hiszen a meglévő szálláshelyszolgáltatókra a díjemelés nem vonatkozik. Ez csak azokat érinti, akik most lépnének a piacra, és ezzel a döntéssel, hogy gyakorlatilag lehetetlenné teszik más egyéb adminisztratív eszközökkel együtt új szálláshelyek nyitását, csak és kizárólag a fekete piac irányába tereli az egyébként tisztességesen működni kívánó szereplőket. Az önkormányzat azt ígéri, hogy szigorúan ellenőrizni fogják a szálláshelyszolgáltatókat, erre pedig külön akciócsoportot is létrehoznak.